And now, ladies and gentlemen, from Tenerife, it's Spain's number one and a Spanish World Cup star, the Spartan, Cristo Rias! Első bálozás, tehát a két dárcosnak már abban az értelemben, hogy még nem találkoztak PDC SMF-e PDC világbajnokságon, de azért hozzá kell tenni, ugye, hogy Cristo Reyes 2015 óta folyamatosan ott van az évvégi seregszemlén, és rögtön ő is az első évében a 16, legjobb 16-ig jutott, Gary Andersontól kapott ki. És ugye van egy nagyon emlékezetes mérkőzése még 2015-ből, ugye Wes Newton ellen, ahol Paul Hinks volt a mérkőzés vezető, és 5-5-nél nem csinált búradobás, hanem mondta, hogy folyamatos kezdés, és utána volt egy kis patália színpadon, és aztán kikapott, vagyis hát azt meg tudta nyerni. Lorenz Hillagán pedig... És első bálozó ilyen szempontból 2009-ben már ott volt, akkor Marco Cantele verte őt 5-2-re, aztán sokáig nem sikerült eljutni a Fülöp-szigeteknek a világbajnokságra. 2013-ban a legjobb Jimmy Lewis legyőzte 4-3-ra az első körben, de aztán kikapott 3-0 Colosboltól. Tavaly Vince van der Fort volt a végállomás az első körben, és ugye most jön Reyes. A spanyol kezd. 86. És azért meg kell mondani, hogy mind a két játékosnak volt 9 nyilas, ugye 2015-ben dobott 2-t Cristo Reyes, viszont Hillagán ebben az évben dobott az Ázsia túl sorozatba 9 nyilast. Egyébként még felvétel is van róla, mert ugye ezt ilyen streamen lehet követni. Több százas. Negyvenegyes. Nyolcvanas, azonnal Reyes-től. Kilencvenhatos. Nagyon jó, és most a bull. Ó, 25-ös a vége. Annyi is maradt neki. 167. Kellett volna a tripla. 25. Igen, megcsinálja, gyönyörű volt. Magabiztos kezdés.
97-es. Százas. Ez nagyon jó első nyíl. 140. Nem jött tripla, 59. Most befülünk be, hogy halljuk az angol kommentát, és ugye arról beszélnek, hogy 500 ezer font az első hely a... És milyen szép karácsonyi ajándék. De az, hogy a új év, az igen, az új év. Új évi ajándéknak se. Jól indul az ég. Na nézzük a 124-et. Áj, 39 a dobás, 100-ra. Reyes, nagyon jó, dupla 20. Dupla 10. Rengeteg kérdés jött azzal kapcsolatosan, hogy mire lehetnek képesek, ugye Ilagán és Malik Denis a mai nap. Azért ez nagyon szép, dupla 14, még mindig dupla 14. 71. Azt azért ne felejtsük el, hogy nem egy, 2-0. Taylor rengeteget nyilatkozta, hogy nagyon-nagyon szokni kell a játékosoknak ezt a színpadi játékot, ez egy teljesen más közeg. Ezért nagyon sok olyan játékos van, aki ezen a zárt versenyeken, ezeken a player championshipeken nagyon-nagyon-nagyon jó teljesít, és utána a színpadon pedig rosszabb játékot mutat, inkább így fogalmazom, hogy rosszabb játékot mutat, és azért Cristo Reyes már nem első bálozó ezen a téren. Well, 121-es. Jó. 140. Hatvanas. Ugye, beszéltünk a két angol kommentátorról, aki most ugye hallgatunk, ugye az egyik Vémádul, a másik meg egy kiváló női játékos egyébként, aki Laura Turner. Őt már tegnap is, meg tegnap előtt is láthattuk. 140-nel 180-ra megy le. 100. Csak egy százas, 176, nincs Reyes sem kiszállón. Világán előbb megy majd. Nagy valószínűséggel sima, erre. Sima 20-assal kezd. Az nagyon szépen alá dobta. Az kár a tosóért. 99, ugye így három nyilas kiszálló lett belőle. A 100 az ugye két nyilal oldható, de a 99 csak hárommal. Tripla 7, júj! Na nézzük, a 99-et alul van, de ez még jó lehet a tripla. Dupla-dupla, megpróbálta, nem sikerült, marad a 40-en. Nézzük 116-ot a szettért. Még mindig kell a tripla 20. De nincs meg. Se dob egy 60-at. 56. Szépíthet Ilagán. És be is dobja. És ő kezd.
Tehát kijátszogatják itt a... Igen, ez egy break volt. Benne van, ha jól látom. Nem, 140. Jó kezdés azért. Ajj, eldobálja a nyilakat. Na nézzük. Lawrence Ilagán tudja folytatni ezt a jó leget. Jó dobás sorozatát. Nagyon közel vannak, 60. Aj, de jó ez mind a kettő. 140. Ugye 180-unk volt eddig. Cristo Reyes dobta. Teljesen egyformán egyébként az átlagokban, mind a ketten 85-ös átlagon. Most egy kicsit följebb ment 88-ra ezzel a 140-nel. Egy tripla egy Reyes-től, na, az már azért jobban néz ki. 83. Spanyol sincs igazán kirobbanó formában egyelőre. 90-esen az első 9 nyila. Szóval 7 az érték. Na nézzük az egyenlítésért. Szép. Nagyon jó. Dupla 8. Nem dobja be. Viszont nagyon magasan Cristo Reyes. Nézzük, tripla 19, az nem jön. 118-a van. 98. 44-re ment le az 54-jel. Még mindig 3 nyíl így akkor most Ilagánnak. Bedobja elsőre. 16 nyilassal egyenli. Na, de Reyes kezdhet az első szettért. 0-2 után jutott el odáig, hogy döntőlegezni kell itt az első szettben. Igen. 125-ös. Bírom, ahogy viselkedik. Igen. Egyébként. Olyan kis ízgák. Nézd. Ahogy beáll a táblához. Egy újabb színfoltja lehet egyébként a dácnak majd. Nézd meg, és milyen jó. 140. Igen, erről emlékezhetünk a World Cup of Darts-ról. Lesznek belőle. 97. 60. Mondogatja, hogy nem dob 19-esre. 58. Kiszállónak kiszálló. Megérkezett a pincér. És most nem jönnek a triplák Ilagánnak. Csak 60 megint. 116 marad. Ojj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 j
Hármat dob Reyes. Nagyon nem megy most neki, se. Még mindig jó. Alatta van, nagyon közel. Kell a tripla 20-as. 60 marad az 56. Na nézzük a 109-et. Tripla 19. Az benne van, tripla 16. Nem dobja be. 32 a maradék így.
Oly, majdnem, a igen, dupla 20-as. Két nyila van rá. Meg mindig dupla 20. Nem dobja be! Reyes megkapja az esélyt. Hát akkor ő is iszik egy kicsit. Mosolyog hátul. Nem, még mindig nem tudja bedobni. Nem dobja be! Hoppá! Két csók. Hogy te közel, ha megmozdította a drótot. Ez hihetetlen. Nem tudta megcsinálni. Ez most egy nagy... Mindjárt megnézem, hogy mennyire. Ha anyadik nyíled, már 20. Igen. Dupla 8. Dupla 4. Ez volt a 24. nyíl neki. Most meg fogom nézni, hogy melyik, mi volt a legrosszabb eddig. Huszonöt nyilas volt. Bedobja! 25 nyilas. Pici pihenő. Uha, ugrik rá most Cristo Reyes. Kíváncsi a szünet után, hogy fog erre reagálni tovább. Igen. Félig nem lehet buldogni. A műsor támogatója a Dréher. 1-0-ra vezet idegen. És utána itt volt egy kicsike közjáték, azt nem tudom, hogy megmutatják-e. Mert próbált lejattolni itt vele Cristo Reyes-szel. Itt mutatják is. Ez ugye a bedobott dupla után volt. Second set, first leg is Lawrence through first. Game on. Száz negyvenes kezdés. Egyébként százas. Mind a ketten 80-as átlagon vannak. Ami különbség egyébként, hogy Cristo Reyes az első 9 nyílban 100 vagy 10 pontos hátrányban van. A kiszállózások mind a kettőjüknek azért egy kicsit a rosszabb irányba terelődik mostanában. 12/2 Cristo Reyesnek és 13/3 Lawrence Ilagánnak. Újabb 100-as. 85 után egy 100-as tudott dobni. 90. Ez az egy... 90. Paul Hinks először majdnem bemondta egy nagyobb 60. számot, 60-as. És jobban dob Ilagán. Ez egy 7-es. Aj, tripla 7-es is. Nagy bajba van Cristo Reyes most. Ez jó tripla. Az is dupla 4, bocsánat. Marad a 4 pont. Ugye a nyereményjátékünk kérdésében is ma este játszó. De megvárom a dupla, egy dupla, egy. Bedobja, 1-0-ra vezet. Tehát a nyereményjátékban, játékunkban is szereplő
Fallon Sherrock nevezetű szenzációs női dartsjátékos, aki eddig egyszer játszott világbajnoki női döntőt is. Lisa Ashtontól kapott ki egyébként a döntőbe. 41. Róla nagyon sokat, nagyon sokan írnak és érdeklődnek miatta. Egy nagyon jó játékot játszó, és, hát, és magas átlagokat képes dobójátékos. Úgyhogy azt reménykedjünk benne, hogy hasonló izgalmas küzdelmet. 180! Láthatunk majd, mint amit láthatunk ugye Suzuki és Richardson között. Azt mondjuk azért tegyük hozzá, hogy Tedevec jelen pillanatban egy sokkal jobb formában lévő játékos, mint Richardson. Ugye a legjobb ifjúsági 23-as játékosnak számít szinte. Bedobja 1-1. Itt vannak a kiszállók, igen. Egyik se büszkélkedhet igazából az eddigiekkel. Idegen többet dobhatott duplára. De egyre többet meg is csináltam, ami azt jelenti, hogy megnyert az első szettet. 100. Százas. Nézzük, hogy Cristo Reyes össze tudja rántani magát. Ugye itt lehet látni, hogy lenn vannak az átlagok. 180! Hátra lépett miatta. Az is benne van. Az is. Az is. 180! És bele fognak menni egy ilyenbe. Igen. Dob még egy triplát. Hihetetlen, de beindult most. Hát ez hihetetlen. 140. 36. 96 marad a 74. Nézzük azt a dupla 18-at, dupla 9. A kiszállózással nagyon hadilábon állnak, még mindig dupla 9. Nem dobja be. Nézzük, büntet ereje, ez 74, 20 dupla 20. És a dupla 20 nem dobja be. Ha ezen nem változtat, akkor... Bedobja. 2-1. 16 nyilas lett így. Most már mind a ketten 100 fölött vannak egyébként első 9 nyílba. 134, ez nagyon jó kezdés. Száznegyven a megint. Százas. Aha. Reménykedjünk benne, hogy így emelkedik a színvonal. A papillanatban hetes dob. Oh, mely? 32 a dobás. Az ugye nem kiszálló. Na nézzük a 261-ről. Két tripla sokat tudna segíteni.
Egyelőre nincs tripla, 60. Így aztán ő is csak 201-en van. Nem veredesi a színvonalat azért ez a... Ja. Százötös. Az arra jön, nem egy 96-ra, nézzük a 136-ot. Már nem kellett volna a tripla, a tripla 19, jó sima. Marad a 40, nézzük 96-ra. Ha megoldja a 96-ot, akkor a második szettet is ő nyerheti. Bedobja, dupla 18. Bedobja! 2-0! Óriási hátrányban van most már Cristo Reyes. Na hát ők is elmennek egy kis szünetre, és mi is elmegyünk, és utána folytatjuk. Félig nem lehet buldogni. A műsor támogatója a Dreher. Akkor még gyorsan ugye elmondom a nyereményjáték kérdésünket, ami az, hogy hány női egyéni VB döntőt játszott Fallon Sharrock, és a PDC nyereménye a tech@gmail.com-os e-mail címre várjuk a megfejtéseket. Nagyon szép nyeremények vannak. Dáztábla a European Tour magyarországi állomására, Hungarian Dász Trophy-ra 2 jegy a péntek délutáni sessionre, és egy dárcozási lehetőség a dárcsuliba. Úgyhogy érdemes velünk játszani. 140. Ez 60-as. Most már ugye Cristo Reyesnek mindent beleadva kell játszani, kéne még egy tripla, jó, nagyon szép, mert így nincs kiszálló, de igen, bocsánat, mert 100. Igen, 136-ot dobott. Hettes. 87. Kicsit azért előrébb van most. Ja, ő is kezdte a szettet. Azért ez egy fontos dolog. A felzárkózáshoz hoznia kéne gyorsan ezt a szettet neki. 80, dupla-dupla lesz. Bedobja a dupla-duplát. 80 alatt így oldja meg. Az a baj Reyesnél, hogy én úgy látom, hogy ő most elkezdett játszani Ilagen ellen. Tehát úgy, hogy magának a személy ellen, tehát nem az, hogy nyerjen, csak, nem hanem nem ám bizony. Nagyon nevesítette az ellenfelét most. 97-es kezdés a 60 ellenében. Negyvenhármas. Az nagyon jó mind a kettő. 180! Ötvenkilenc. 133. 94-e van, tripla 18. Bedobja, marad a 40. Most azért sokkal magasabb színvonalon játszik. Ugye ez volt a negyedik kör, és 40-en van, tehát 13 nyilas lehet belőle. 14. nyíl. Hoppá, 15, nem dobja be, marad a 15.
Százas. Ne, hát ezt nem hiszem el. Hát ez hihetetlen, három dupla húszat akart neki dobni. Hogy röhög rajta? Hármas, dupla hat, bedobja. De látod, azzal foglalkozik, hogy három dupla húszat akar dobni fönt. Hihetetlen, hogy vele foglalkozik, és nem saját magával. Az a játékos, aki ennyire maga, annyira magas szintű játékra képes, mint Cristo Reyes, 60. Hoppá! 140. Egy 9 Reyes. Ötvenhetes. Az nagyon jó helyen van az a tripla. Kipattan. Szerencséje Reyesnek. Viszont most neki jön jól a kezdése, maradni kell ott 20-ason. 140. Nem jött a tripla, 18. 82. Igen. Ez jó. Le kell váltani 19-esre. Jimmy Louise-ról kérdeznek nagyon sokan, és annyit tudunk rá, hát ő nem tudta magát kvalifikálni erre a világbajnokságra. Nem úgy sikerült neki az éve, hogy tervezte. És az utolsó Pro Tour kvalifikáción is sem tudta megszerezni magának a jogot, hogy itt legyen a 96-ba, 25 maradt. Azt írták, hogyha ha Gervin Price röbbizett, akkor a világán valószínűleg balerína volt. Megcsinálja, 2-1, és ez egy break, ő fog kezdeni. Kilencvenhármas. Negyvenöt. Kilencvenhetes. Már mindenki no, arról csak ezek az ilyen kis belerőgések azért van, mert ugye Wayne Wardle, nem tudom, tehát van, nagyon elemébe van. Igen, borzó. Nagyon keményen. De mindent, nem tudom. Fordítanánk, nem feltétlenül olyan, de... De jól érzi magát, és ez a fontos. 140-en van közben Reyes.
139-re. Na igen, 69-e van. 59, bocsánat. 40 a maradék, na nézzük 140-et, eddig jó, még egy kellene. Az is megvan, és 32, nem dobja be. Nem lett volna semmi 140-ről, úgyhogy most egyenlítheti Lagan. Be is dobja. Na, hát a helyzet az az, hogy Reyesnek ezt hozni kell, különben búcsúzik a spanyol is. Hátul ugrál meg. És kezd egy egyes. Ez hihetetlen a csávó, amit hátul is művel. 41-el kezd. És hát most itt elkapja a fonalat is, Lagan is fog tudni dobni triplát az első körben, 60-as. Sima 20-as, tripla, nagyon kéne ez a leg Reyesnek. 100-as tudott oda dobni. Szabályosan mérges miatt egyébként megnézheted Reyes, hogy triplát dob Ilegen. Nem dob triplát van, nem áll. Nem áll. Nagy bajba kerülhet. Azért ez egy nagyon nagy meglepetés lenne, le 3-0-ázná Reyest. Hoppá! 140! A minden itt neki, hátsó pályán. Csak 60. Csak 60. És kint csak fölzárkodni, már le fog tudni menni kiszállóra. Reyest mehet vissza Tenerifére nem sokára szerintem. Csak 60. Viszont az kiszálló. Na! Az is jó! Dob egy 180! Ez a ötödik 180-a volt. Így már nem kiszálló. Nem jön a tripla Ilagannak. 57-es csak a dobás, igen. Na nézzük azt a 60-at. Dupla 20. Bedobja. És nincs szünet. Mindent beenged. Most már közönséget is. Na nézzük, innen folytatódik a mérkőzés. 2-1, 65 a dobás, eddig 85. Jó, gyenge szettet dobtak egyébként, 82-es, gyenge mondjuk az még mindig nagyon jó. De hozzájuk képest, 180! A hatodik 180-a. És hetedik a meccsen, ugye egye volt Ilagannak. 140. Negyedik megvan. Ötödik alatta. 140. Húha, most nagyon keményen dob Reyes. Negyvenötös. Az is jó, a tripla 19 lent, 84 a dobás, marad a 97. Ha nézzük azt a 90-et, tripla 19, tripla 18, sima 20-al 40-e marad, 135-re jöhet Lawrence Ilagan. Az egy 6-os, 129, 124, 104-e maradék. Dupla 20.
Dupla 10 az előbb jött, bedobja. Elveszi. Azonnal elveszi kezdését. Száznegyvenes kezdés. Visszadobja. Vissza bizony. 140 megint. Ami érdekes, 14 darab 140 pluszos dobása volt Ilagánnak, és 9 Reyesnek. Tizenkilencesre kéne kezdeni. Meg is van. Meg is van. Folytatja tovább. Még mindig 19. 170-e marad. De jó első nyíl. Meg a második is. 180. Na nézzük a tripla 20, a 170-et. Kellett volna a tripla 20. Szektorhiba. Nézzük a 81-et. Lehet egy visszabrék belőle. 12 tripla, 12 dupla, 13. Dupla 13. Bedobja a 81-et. Négy körös hátsó pályáról. Egy-egy. A legjobb legeddig a mérkőzésen. Game on, Lawrence, sorry. Hollings megint hibázott egy kicsit. 95-ös. Egyszerűen hihetetlen Reyes, hogy nem tud. Azon megy a vita, hogy ki kezd. Nem hiszem. De azon megy, hogy ki kezd, azt mutatja, arról van szó. Csak elrontotta, és azt hitte, hogy neki kellett volna kezdenie, és azért szólt, hogy most legalább lehet, hogy egy kicsit feloldódik. Százas. Megint elnézést kért, bocsánat. Azt reklamálta, hogy nem neki kellene kezdenie, és nem pedig Ilagánnak a harmadikat. Aztán mondták neki, hogy hát nem ő kezdte a szettet. Aztán rájött, és utána elnézést kért még a dobás sorozat után is. 96-os. Százötössel, 118 a maradék. Még ennek nem biztos, hogy be fog jönni ez a nagy búlos játék egyébként. Ez viszont most jó. Százas. 124-e maradt. 118-ra. 20-as, még mindig kell a tripla 20-as, hogy dupla 19. Most akkor dupla 19. Nem dobja meg. 124-re. Nincs meg, még mindig 54, marad 32. Reyesnek be kell dobnia. Nem jön. Hoppá, nagyon közel. Bedobja. Megint visszabrékel. Fourth
Aha, értes. Ez egy ötössel, hihetetlen. Aztán egy sima 19. Ó, mennyire kaotikus leg lesz ebből. Ki fog ebből tudni kijönni nyertesen? Reyes, mert eddig csak break volt. 81-es. Ebben a szedben. És ugye Reyes vezet, úgyhogy hozni kéne a kezdését, hogyha meccsben szeretne maradni. Vagy egy újabb nagy meglepetést láthatunk. Százas. Száznegyven. Ez is kellett. Legánnak nincs triplája. Hoppá, és még ki is esik belőle. Ez a hetesbe megy. Igen, 64 a dobás. 121, mert megint az utolsó nyílis tripla 19-es lett. Százötvenre, nagyon tripla. Jó, tripla 18, az nem jön, 72-je van, majd de szép, 138-al lemegy 12-re. Nem tudja a triplákat most hozni Legán. Az jó, 156 a maradék. Na nézzük, dupla 6. Dupla 3. Még mindig dupla 3. Bedobja! Pont eltakartak. Mert megint késett a rendezni, hogy átváltozott. Kettő, és Reyes kezd. Itt is elmegyünk 3-2-ig. Rá a válasz. Aj, behúzza az egyesbe. Na most már küzd, látszik rajta, hogy nagyon küzd, 40. Cristo Reyes. Kicsit kevesebbet foglalkozik a ellenfelével, meg a közönséggel. 60-as. Most nem találja úgy a triplákat Legán. Százhuszonegy. 160-ra kiszállóra megy le. Nagyon magasan van még Legán. Szektorhiba. Az jön 82 a tripla 19-el. Áj, mekkora hiba, kettő is. 11-et dobott. Százas. Oh, 96. Na nézzük a 174-et, 53-ra biztos lesz még nyila, ugye Reyesnek, mert nincs kiszálló Legán. 76 a maradék, na nézzük azt az 53-at. 13, dupla 20. 13-as megvan, dupla 20. Dupla 10, de alá ment az. Nem dobja be! Ezt azért ki kell találni. Jó ötlet volt. Dupla 18. Nem dobja be! Reyes visszakapja az esélyt.
bedobja. 19 nyilassal hozza a saját kezdését, és ezzel egy kisebb előnybe kerül. Az ötödik szett első legét így Reyes húzta be. Igen, 119. Válasz, nem jönnek a triplák most Ilagánnak. Most már legek óta nincs rendszeres tripla. Ott van. Az jó. De jobb lett volna, a harmadik is ott van. Hátsó pályán picit jobban áll Reyes. Függően attól, hogy most legyen milyen kört hoz össze. Így azért ez... Két triplás kell kiszálló. 100-as, 186. Az nem kiszálló. A 255-ről viszont le lehet menni. Főleg így. Így, bizony. Levált 19-esre. 156 a maradék. De jó kezdésre most egy... 130-al lemegy 56-ra. 100 pont a különbség közte. Így már biztos. Nem száll ki ebben a körben. 60 a maradék, nézzük 56-ra. Igen, 56. 16 dupla 20. Na, még egy. De, Na nézzük. Reyes megint kap egy lehetősége. Dupla 10. Ez hihetetlen. Komolyan. Bedobja. 2-0. Ez egy break volt, és kezdhet a győzelemért. 0-2-ről fordítva. Ennek a győztese Adrien Luizzal fog játszani, ennek a mérkőzésnek a győztese. És a kétszeres világbajnok azért mostanában megint magas játékerőt kezd el képviselni. Nagyon mély ponton volt. Én nekem ő lehet a meglepetés. Azt tippelem, hogy ő lehet az a meglepetés ember, aki megint elérhet a csúcsra. Százas. Nagyon nehéz. Ez nagyon jó. Hogy egyfolytában jár a szája. Próbálja magát hergelni. Ilagán is dobja a triplát. Meg még egy triplát dob, most dob egy 180. 162. Tizedik. Az a, mármint a 10-180 volt, ez jó, 136, ugye a 162 az nem befejezhető. Az jó, az alatta 16-os. Ó, hibázza, 48 a maradék. Na nézzük 65-re, 25-ös. Bedobja középre a bult. 20, 15 pontja van, 7-es vagy 2-es.
Vagy hármas, bocsánat. Hármas, hármas megvan, dupla, hat. És nem dobja be. Hát ez hihetetlen. Na, egy szektor, Reyes és Mehet a következő körbe. Dupla 16. Bedobja! Itt már szentem. Eddig volt a... 0-2-ről, azért a spanyol nagyot hajrázott, igen. Ez ritka. De spanyolnak sikerült, és ez adhat erőt a folytatásra. Meg látjuk egyébként, hogy mit hoz majd ki belőle. Robbie Joe Rodriguez és Noel Malisdem következik. Nem sokára.